Na hello, srácok, üdvözöllek titeket újra a The Deep Steel Sky világában, és egyben a harmadik végigjátszás videónkban. Mindjárt betöltöm a mentésünket, ami azt hiszem ez volt, és ott álltunk meg legutóbb, hogy hackerkedni kellett ezen az interfészen. Kicsit előre játszottam már, hogy ne legyen olyan hűde nehéz dolgunk. De egyébként egyszer még ide vissza kell térnünk. Szóval most csináljuk meg az első ilyen linktérbeli játékunkat, ami így néz ki. DOS-os játékhoz mérten igazából ez különben egész pofás. Itt a másik kiárat. A szemgolyó egyelőre nem törődik velünk, az majd később fog zavaró lenni. Oké, most nyissuk meg az üti táskát, ami valójában én szerintem egy mappának a szimbóluma. Kiesik egy nagyító, plusz egy születésnapi meglepi. Ezek különben mindegyikhez szimbolizál valamit, például jelen esetben két dokumentumot, amit a visszapejtővel szépen le kell fordítani. Ezt majd később kitömörítem, ugyanis az lesz a lényege. Lehet, hogy a következő képernyőn már kellene is fog. Ja. És itt van egy ilyen kombinációs záros mini játék Yin-Yang jelekkel. Ehhez viszont mind a két oldala külön kell, szóval kitömörítjük az adatot, és hát ez azt hiszem, hogy nem felel meg. Igen, meglátjuk, hogy melyik a jobb. Na, igazából mindkettővel ugyanoda vezet, úgy nézem, úgyhogy akkor zöldet ide, vissza, és ezt itt kiszedni. Így né, ide átjövünk, és ide beillesztjük. Akkor ide megint átjövünk, és onnan, ahol legutóbb a zöld volt, azt kicsípem. És szerintem középre helyezem át. Legalábbis, ha jól emlékszem a kódra, azt hiszem itt nem változnak a kódok. Nagyon egyszerű különben ez a kis játék. Na most erre tudok körbe menni. Azt nem tudom, hogy ezen kívül még egyszer elsütik-e a fejlesztők. Ezt most hiába szerem ki, tehát zöldet vissza. Így. És akkor át ide. Így. És ide kell az utolsó kódnak valót lerakni. Ez az. Már lehet is átmenni oda a legutolsó részre. Gyakorlatilag az volt a lényeg ennek a mini játéknak, hogy átjussunk A-ból B-be. És megszerezzük ezt a két tárgyat. Ezt a mellszobrot. Plusz ezt a könyvet, ami igazából egy levédett adat, egy enkriptelt adat megint. Tehát itt kérdőjeles, visszafejtővel lefordítjuk, aztán ki is léphetünk a linktérből, ennyi az egész. Sokkal barátságosabb különben, mint az egyik retromodern játéknak az ilyen hackerkedős része. Cyber Shadow egyébként. Oké. Okay. De most beiktatjuk a kártyánkat, aztán pedig egy-két dolgot mondjuk a biztonsági szolgálatnál. Megengedek nektek, hogy elolvassatok. Én végiglapozom. Megállva néha-néha. Ti is állítsátok meg addig a videót, amíg elolvassátok. Így né. Vissza az előző, ez jelentéspontok, vagyis kettes. Oké. Miért tegzitek? Nyomtam. Ráadásul elnyomtam a szövegét a karakternek, és
Én ugye fejjel nulla helyett exitet nyomtam, szóval még egyszer belépünk ide terminálba. Így, retina letapogatás, és akkor a dokumentumoknál a kettest végigolvastuk, jöhet a Főnix, vagyis a hármas. Ez igazából most annyit engedélyez, hogy a speckó műveleteknél egy speciális rangot kérünk 48 órára, és ezt már meg is adta a játék. Így most könnyedén mozoghatunk föl le az összes szektor között, ha jól sejtem. Tehát már le fogunk tudni menni a földszintre is akár, és nem arra megyünk, bocsi. Onnan hiába is próbálunk visszamenni. Most már itt is ki tudunk menni, ahol legutóbb nem tudtunk volna még bejönni se. Seen anything of Obbins? What do you want him for? To mend the pipe in the power plant. Can't you fix it yourself? I wouldn't dare. Well, I haven't seen Obbins all day. He's probably busy. Amint kisétált a fickó, mi is megyünk utána, mert itt igazából ezzel a két rendőrrel érdemleges beszélgetést nem lehet kezdeni. És csak úgy elmondom, hogy itt van Joey. Köszönjetek el tőle, mert egyelőre most utoljára látjátok egy ideig, ugyanis nem sokára történni fog valami. Gyere, Joey! Itt még simán lejössz velünk. Come on, Joey! Ahogy pedig látjátok, Gilbert az már véglegesen a felső szinteken ragadt, szóval ő nem fog tudni eljönni onnan, majd csak maximum akkor, hogyha itt az égvilágon minden fixálódik ebben a városban. Ami tőlünk függ, hogy mikor következik be. Oké, akkor most ezen a nyíláson használjuk a kártyát. Így, és ide nem fér be a kis robot barátunk, szóval elméletileg, ha jól gondolom, a karakterünk itt hagyná, de figyeljetek csak. Oh no! Joey must have forgotten he'd changed shells. I hope his board isn't broken. Na most ez annyiból nem hátrány, hogy nem kell megvárnunk mindenhol, hogy utánunk jön. Viszont, ugye majdnem kinyírta magát, annyi szerencséje van, hogy az áramköre megúszta, szóval újra fogjuk tudni éleszteni, csak kicsit később. Mi van az őrrel? Beszélgessünk egy kicsit. What's through that door? It's off limits to the likes of you. I just wondered where it leads. It's the old cathedral. There's nothing interesting in there. In fact, it's empty. Do you know the woman with the dog? Oh yes, that's Mrs. Beaumont. The richest woman in Union City. And the ugliest. Hát ez barátságos megszólalás volt. What's the best way out of the city? There isn't a way out. Then the inhabitants are no better than prisoners. That's the price of progress. És miért is őrzöl egy üres katedrális? Why guard an empty cathedral? I'm not guarding it exactly. I'm just standing here, preventing me from entering. Yes. Never mind. Köszi minden infót. Most igazából Pirmontot kell elkapnom. És szerintem mindjárt érkezik is, mert a kutyust követi egész végig. Sétáltatja. Hello, darling! I don't believe we've met. No, I'm a stranger here. I'm Mrs. Pierrot, but you can call me Danielle.
Azt mondja, hogy ismered Overman nevű személyt? Do you know someone called Overman? Why, yes, I do. He worked with my husband, Professor Pierremont. Why? Are you interested in Overman? He was my father. I'm sorry, but I don't believe you. Overman's only son died in an accident. That was no accident, Mrs. Pierremont. It was deliberate sabotage by security. My mother was killed, but I survived. And I've read a document which proves it. Incredible! Your mother was a great friend to me. If there's any way I can help you, just ask. Akkor egy utolsó kérdés. How do I get out of the city? Now, why would you want to do that? There's nothing in the gap but sand and savages. But that's where I live. Ooh, how ghastly for you, my dear. Igazából a kutyusról nem kérdezek, mert akkor megsértem. Vagy mindegy. He is not a mutt. His name is Spunky. He looks just like his owner. What do you mean by that? He's really cute and fluffy. Flattery will get you nowhere, young man. Never mind. Készen is vagyunk, csak egy kicsit hülyéskedtem az öreg lányjal. Vagyis próbáltam, de nem igazán vette alapot. Oké, most, hogy igazából miért is szeretnénk beszélgetni később, hát ez a portás el fogja mindjárt magyarázni nekünk. Excuse me. Hold it. Your membership card, please? I don't have one. This is a private club. Oh, I didn't know that. You do now. Peace off. Azt mondja, hogy lehetnék tudtak. You have to be sponsored by an existing member. It's a most exclusive establishment. Frequented only by those with the proper credentials. You mean people with money? No. People with credit. There's a world of difference. People with money think they can afford not to care. People with credit know they can't, but don't care anyway. What goes on in the club? If I was to tell you that this club provides recreational facilities par excellence, for a clientele with elegance and taste, I'd be lying through my teeth. You just said it was exclusive. Well, it is exclusive, but seedy. The reason people come here is the cheap booze. And the fact that it's off-limits to security. Smart shoes. Oh, thanks. You can tell a lot from a man's shoes. The design tells you what kind of man he is. The way he cares for them tells you where he's going. And what he's trodden in tells you where he's been. Do you know anyone who'd sponsor me? What about old widow Pierremont? She used to come here, years ago. If you chatted her up, she might sponsor you. See you later. Okay, ezzel meg is vagyunk, most már csak Pierremont-nét kell elkapnunk még utoljára, egy beszélgetésre. Meg azon kívül még egyre. Mindjárt meg is érkezik. Körbe-körbe sétál a kis kutyájával. Ez a kötél egyébként a deszkával meg a téglákkal még jól fog majd jönni nem sokára. Gyere már, öreg lány! Hol csigázol ennyire? Oké, mindjárt ő is itt lesz. Excuse me. Meg is van. We
Would you sponsor me for the club? If you're really Robert Overman, I'll sponsor you. But I don't want to visit the club. I'll call the manager from my apartment. Oké, menjünk is utána. Mert amint felment a kutyuskájával, mi is belépünk a csodálatos lakására, és ott látni fogtok egy-két gyönyörű meglepetést. Come to mommy, Spunky! Fárasztó egy hangod van, meglány. Oké. Akkor menjünk most a hívógombhoz. Hello! Who is this? It's me, Robert. Come right in, Rob! Welcome to my humble little home, Robert. I remember you as a baby, Robert. I've grown a bit since then. I'm sure you have. You must have so many questions to ask me. Yes, I have. Akkor kezdjük is a kérdezősködést. Azt mondja, mint dolgozott a professzor elsősorban? What was the professor working on? Didn't I tell you? Helmut was the designer of Link. It was his dream, but he died before it was realized. Your father became the project leader. So my dad was responsible for Link? Yes. He stepped into Helmut's shoes. Link reached completion on the very day you were born. From then on, Richard changed. He spent more time with Link than he did with his wife and baby. Why did my mother try to escape? But she did her best to cope. But she wasn't the same after Richard's rejection. The authorities never approved of her marriage either, because she came from Hobart. Eventually, she decided to return home. So the bastards had her killed. You're overwrought, Robert. Would you like some paracetamol? I don't want analgesic. I want answers. Azt mondja, szponzorálnánk. Are you gonna sponsor me now? If that's what you want. I'll telephone the manager and make the arrangement. This won't take a moment. Te gyönyörű szerelésbe vagy. Is that Mr. Coulston? Danielle Pierpont here. I have a friend I wish to sponsor. Egy pillanatra kivillant az öreg lánynak a hasona, de mindegy, ne ezzel törődjünk. Azt mondja, hogy videókazetta, és itt van egy videólejátszó készülék. Mint mondtam már korábban, ez egy cicás felvétel, ami igazából Spunky nem igazán kedvel. Úgyhogy csak le kell játszanunk ahhoz, hogy eltereljük a figyelmét, és tudjunk dolgozni. Aztán pedig itt kell tapogatni össze-vissza. Kutya kekszért természetesen. Meg is van. És már mehetünk is a kutyaugatástól messzire. Aztán pedig beszélgessünk el a kisfiúval, meg a Eduardoval. Hello, who are you? My name is Vincent, what's yours? I'm Robert. You can call me Rob. Why aren't you at school, Vincent? My tutor's malfunctioned. I tried to reprogram it to play video games. Would you like me to repair your tutor? Oh, I can do that myself. But then I'd have to go back to my studies. What's that you're playing with? It's my handheld games console. Neat. What's the game?
It's called Fleecy the Lamb. That sounds nice. What's the objective? Torch the mutant psychos with your flamethrower, and stop Dr. Mantis from butchering the orphans. But that's horrible. Yeah, I've played better. What other games have you got? Not many, because they're too expensive. They're smuggled into the city from Hobart. I've got Nobby, the platform game, Onan the Barbarian, and Revenge of the Deadly Dandelions. I suppose they keep you out of mischief. Do you know a man called Overman? No, Rob. Why do you want to know? He's my dad. Aren't you a little old to have a dad? Last time I saw him, I was a little boy. I was taken away to the Gap. The Gap? Oh, wow! I'd like to escape to the Gap. I'm tired of being told what to do. A többit azt már úgy is tudjuk, úgyhogy nem kérdezősködök tovább. A kertésszel is beszélgetünk egy kicsit, mielőtt megoldjuk a dolgokat. És mielőtt jön a banya. Are they real? What do you think? They look kind of shiny. Naturally. I've just varnished them. Do you paint the flowers too? This is Union City, not Wonderland. You obviously know nothing about plants. Won't the varnish harm the plants? Au contraire, clever Dick. It filters out the crap in the atmosphere. What are those blue flowers called? They're dandelions. Don't touch them! They're pretty. But why can't I touch them? Because if you do, you'll wet your bed. I haven't done that for months. What are you doing to that plant? I'm modeling a living sculpture. It's called topiary, and it's an art form. See you later. Hát, hazudott egy kicsit az űrge. Mint tudjátok, a pitypangok nem kékek, és ez Union Cityben is így van. Tell me about your dandelion game. Ah, it's brilliant! You get chased by these giant yellow weeds. You mean dandelions are yellow? The gardener told me they were blue. He's mad. He's not a real gardener. How'd you know the gardener is a fake? He's got green fingers. That's the sign of a naturally talented gardener. I saw him dipping them in the paint. Anyway, the plants are made of plastic. You're a real help, Vincent. No problem, Rob. Don't wear out your thumbs. Mindent megbeszéltünk vele, ez később még jól fog jönni, de most nem piszkálom tovább őket, hanem ide beköltözök, és azt hiszem meg kell várni az öreg lányt, addig pedig kutyakekszet a deszkára. Deszkát pedig addig, amíg a kutyus ki nem jön, addig békén hagyom. És ide kell beparkoljak. Ha pedig kijött a... kijött Mrs. Pearmont és a kutyus, akkor lesz egy kis dolgunk. Egy eléggé érdekes melónk lesz. Viszont ez... nem tudom, hogy beleszámította-e azt az időt a játék, hogy beszélgettem ott a kis fickóval, meg a kertésszel. Remélem, hogy igen, mert ha nem, akkor egy kis várakozásunkba beletellik ez a dolog. És nem nagyon tudok ugye pörgetni. Ha csak nem vágok bele a felvételbe, de azt még eldöntöm. Thank you.
Á, már jön is. Majdnem egy teljes perc. Hát, ezt még eldöntöm, hogy kivágom-e a felvételből. Ó, oh. Beugrott a csalinak, jól van. Gyerünk, kutyus. Finom lesz ez a kex, kóstold meg. What was that flashing noise? Where has Spunky gone? Officer Blunt, come and help me, quickly! Amíg a kutyussal foglalkoznak és megpróbálják kiszedni, addig én pedig beosonok ide a katedrálisba, és hoppá. Just for a second you scared me, but you're only dummies. Na most, rengeteg bábú. Ami igazából fogalmam sincs, hogy tényleg bábú-e, vagy pedig egy gépezet. Ezek még máshol is elő fognak jönni. Nem mint bábuk, hanem majd meglátjátok, hogy igazából mik ezek. Egy már lehet sejtésetek egy-két dologról. És nyitogassuk ki sorban a szekrényeket. Oh no, not her, not Anita. Hoppá, hoppá. Ugye Anitát elintézték. Valószínűleg áthelyezte az idióta főnöke egyel, és nem húzatott rá védőöltözéket, mert ugye korábban mondta, hogy ő mint nő nem jogosult arra, hogy védőöltözéket hordjon. Úgy valószínűleg beküldték szépen a sugárzónába, hogy túl nagy dózist kapott, és ennyi. Viszont nekünk most ennek hála van egy kis dolgunk, vissza kell sétálnunk egészen a gyárig. Egészen a gyárig vissza kell sétálnunk, felszedni egy kártyát, aztán pedig jöhet megint a hackerkedés igazából. Oké, itt van a kártyám. Menjünk. Utána pedig lesz még egy beszédünk azzal a kertésszel, vagyis Eduardóval. Na most igazából ugye itt senki nem foglalkozik azzal, hogy jobbra-balra témpergünk, mivel a főnöktől kaptunk belépési engedélyt. Mondjuk nem tudom, hogy hogyan szólhat életfogytiglan egy ilyen túrára az engedélyt, körülnézünk egy gyárban. Munkaruhát felhúz. És egy mackós felső szépen elővillant a karakterünkről. Na de, nekünk ide kell most bemenni. És nem tudom, hogy megpróbáltam-e videón belül múltkor besétálni csak úgy. Ugye, ha ide bemegyünk minden nélkül, akkor nagy sugárdózis és meghal a karakter. De most van rajtunk védőöltözet. Szóval nyissuk ki a reaktorajtót. Sőt, tudjátok, igazából előtte én szerintem az ilyen pontokon ellövök egy mentést. Nehogy véletlenül elrontsak valamit, és akkor indíthatok mindent előről. Oké, reaktorajtó kinyitva. Sétáljunk be. És minél gyorsabban szépen azt a linkkártyát kapjuk fel. Ha pedig a karakterünk végre felkapta, akkor tűnés innen kifele. Elég jól vannak egyébként megcsinálva a hátterek, nem tudom, ezt mondtam-e már korábban, de a képregényrajzolónak a munkássága nagyon, nagyon jót tett ennek a játéknak igazából. Nagyon szuperül néz ki minden. Még a korához képest is. Oké, minden megvan innen, ami kell, szóval a kabátot most visszahúzzuk, és
igazából én udvariasan be fogom csukni ezt a szekrényajtót. Egyébként remélem, hogy ezt csukott be, nem kinyitja a másikat. Reniális vagy. Itt az ő szekrény 2.0. Végre azt csuktad be, amelyiket kell. Oké, akkor irány a rendőrségnek az épülete, ugyanis megint egy kicsit hackerkedni kell. Utána pedig megtárgyaljuk a többit. A lenti kertésszel, majd meglátjátok, hogy minek. Szerintem ott fogom zárni a videót. Na szóval, most már szabad bejárásunk van ide. Az ideiglenes dolog miatt azt mondja, hogy kártya és nyílás. Az a furcsa igazából, hogy minket regisztrált, mert mint látjátok, letapogatást is végez a dolog. Oké, és most nem a saját kártyánkat, hanem Anitáét kell alkalmazni. És üljünk be az interfészbe. Na, itt annyit csinálok meg magamnak, hogy könnyebb dolgom legyen. Hogy ne haragudjatok, de leveszem a játéknak a sebességét addig, amíg ezekkel a szemgolyókkal kell szórakozni, mert rohadt gyorsan észhez tudnak térni. Ha ezen a játékon túl vagyunk, akkor visszafogom őket szépen. És vissza fogom rakni a sebességet arra, ahol legutóbb volt. Gyerünk! Oké, amint megkapom az irányítást, húzok tovább. Majd ide is. Itt igazából nem szabad lassan reagálni. Szóval minél gyorsabban tudjak kattintani, annál jobb. Aztán ide lerakom az egeret, mert itt lesz valahol a pozíciója annak, ami nekünk kell most. Ez az. Eddig nagyon jól haladunk, most tűnés innen. Meg is van. Oké, srácok. Most már lényegtelen a dolog, szóval visszarakom a sebességet a normálra, hogy ne legyen olyan lassú a játék. És használom ezt a lejátszót a forráson. Trouble is, the rendezvous was in a park on ground level. And now I'm a dealing, I can't get there. The agent's name is Eduardo. I don't know how you'll get to Lynn. But beneath the city there are tunnels. The remains of the old subway. That could be a way in. Lehet. Viszont nekünk innen ennyi kellett, nem kell visszafelé sétálnunk, hanem egyszerűen csak kilépünk. Az oszcillátor az én szerintem később fog kelleni, szóval megtartjuk mind a két kártyát. Így né. És akkor most irányuljunk vissza oda a parkba, ahonnan legutóbb jöttünk. Kicsit mintha gyorsabbra állítottam volna a kelleténél, de jól van, ez még belefér. Legalább gyorsabban odaérünk. Akkor ezt még beletuszkolom a videóba, hogy beszélgetünk azzal a kertésszel, Eduardóval egyébként. Aztán onnantól megszakítom a videót, és folytatjuk a következővel majd. Tényleg egy kicsit, mintha gyorsabb lenne, mint eddig volt. Úgy, né, beszállás. Akkor itt a csodálatos karneváli zenét most kikerüljük. Na
mert most nem rosszból mondtam, igazából egy-két helyen fura a zene a játékban, de ez még nem változtat azon semmit, hogy nagyon jól van a többi része összerakva. Oké, beszéljük meg akkor Eduardóval. Hello? Excuse me. You told me dandelions were blue. Did I? Well, what of it? This boy assures me they're yellow. Ugh, smart-ass little brat. All right, you got me sussed. I haven't had any formal training, but I've always dreamed of being a gardener. I love 'em, every little shrub and succulent. Those dainty blossoms, waving their little stamens in the breeze. All right, I get the point. You won't report me, will you? Why should I do that? Excuse me. Do you know a girl called Anita? Maybe I do, maybe I don't. Why do you want to know? She's been murdered. I found her body in the cathedral. Can't see why you're telling me. Excuse me. Nem igaz, hogy nem mondasz el minden, barátom. What's your name? It's Eduardo. Why? You're Anita's contact, right? How come you know so much? She left a message on her card. Listen, do you know what's happened to Link? I'm totally confused. Link is a living, self-replicating organism. Originally, it served as an advisor to the Council. But it has gradually taken control. How? And why? We're really not sure. Hobart scientists have developed a virus. It will check Link's growth. If we can get it into the system. Will you give me the virus? I can't. It's been downloaded to Link Space. Anita was supposed to retrieve it, since she had a Shreveman port. So have I. I owe it to Anita to get that virus. No chance. It's bound to be guarded. I can try at least. Excuse me. Esetleg van még valami beszélni való veled, mert hogyha nem, akkor... Nincs. Jól van, akkor megvan a dolgunk. Viszont ezt a következő videóra hagynám, srácok, úgyhogy én most ellövöm az utolsó mentést ebben a részben, az egyesre, és akkor megköszönném a figyelmet. Remélem tetszett ez a rész is, ha igen, tudjátok a dolgotokat. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!